gyülekezet testvéreim, a szent mis étel, mint Magdolna édesanyja lelki üdvéért ajánlom föl. Szent Imre hercegnek az ünnepét üljük a mai napon. Nagy magyar szent. Sok templom van, például a pécsi Pálos templom is, amelynek védőszentje, amely az ő titulusát viseli, és sokfele találkozunk az országban Szent Imre templomokkal. Ez is jelzi, hogy mennyire elterjedt az ő tisztelete. Mégis az az érzésem, hogy sokszor idegenkedve tekintenek az emberek Szent Imrére. Talán lehet, hogy a szobrok, a festmények, az ábrázolások is oka ilyennek, hiszen gyakran úgy ábrázolják őt, hogy ha az ember ránéz a szoborra vagy a képre, akkor nem tudja, hogy most ez egy férfi vagy egy nő. Pedig valójában Szent Imre egészen biztos, hogy egészséges és normális férfi ember volt. Tudjuk róla, hogy a nehéz páncélosoknak a vezetője volt, és csatákban is részt vett. Erős fizikum és állóképesség kellett ahhoz, hogy valaki a páncélos lovasoknak az élén álljon, és ütközeteket vezessen. Ugyanakkor a keménysége, az erőssége mellett irgalmas szív is volt benne. Szent István király volt, amikor őt küldte békekötésre, és a tárgyalások alkalmával arról tett tanúságot, hogy meg tud bocsátani az ellenségnek, és tud irgalmas lenni azok felé, akik eljöttek, hogy pusztítsák az országot. De legyőzték őket, és ezek után irgalmas volt hozzájuk Szent Imre herceg, és szabadon engedte őket, ami egyébként abban a korban azért nem volt ilyen egyértelmű, és nem volt jellemző. Ez a kettősség talán eléggé kidomborodik ő benne, a kemény, harcias, szívós, állóképes, férfias jelenség, amelyben ugyanakkor egy nagyon irgalmas és szerető szív lakik. Szent Imrének legfőbb erényeként a tisztaságát emeljük ki. Egy alkalommal, amikor Székesfehérváron éjszaka a templomban imádkozott, vírasztott, akkor egy égi látomás hang szólalt meg, ugyanis Imre azért imádkozott, és azt kérdezte, hogy mit tudna az Úrnak adni, mivel tudna örömet szerezni neki, mivel tudná Isten, mivel tudná megajándékozni Istent. És akkor ez a szózat hallatszott, hogy a tisztaság tetszik nekem, a tisztaságodat, a szüzességedet ajánl föl nekem. És akkor ő nem bízott magában, a maga erejében, nem veregette meg a vállát, hogy na, majd ezt megcsinálom, hanem kérte az Úr kegyelmét, hogy Uram, rendben, de akkor ezt Te vidd véghez bennem. Te segíts engem ebben. Emellett ott van a bölcsesség is. Tudja azt, hogy mire képes magától, és nagyon bölcsen és okosan kéri Isten segítségét. Ebben is egy példa számunkra Imre herceg, hogy az igazán erős, talpra esett és bölcs ember az nem a maga erejében bízik, hanem beleadja a sajátját, megteszi azt, amit tud, de kéri Isten kegyelmét, és Istennel együtt munkálkodva teszi meg a jót. A szüzesség erénye nem azt jelenti, és nem úgy jelenik meg Imre hercegben, mint ahogy néha én úgy érzem, hogy ezek az ábrázolások próbálják kifejezni, hogy nem volt benne ösztön. Nem erről van szó. Hála Istennek egy egészséges férfi volt. Hanem sokkal inkább arról van szó, hogy Isten kegyelméből tudott uralkodni az ösztönei, tudott parancsolni magának. És a tisztaság útján elindulva biztos vagyok benne, hogy Szent Imre herceg megtapasztalta és megélte a tisztaság útjának mind a két fázisát. Megtapasztalta azt is, hogy a tisztaság útján járva kemény küzdelmeket kell kiállni az embernek. Hogy az embernek tudni kell parancsolni önmagának. De viszont ez nem egy ilyen céltalan erőfeszítés. Sokan azt gondolják, hogy az egyház az ellene van mindannak, ami testi. Ellene van a házasságnak, ellene van a szexualitásnak.
Pedig ez nem igaz. Hanem azt mondja az egyházunk, hogy a helyén kell kezelni, és jól kell csinálni. Vagyis arról van szó, hogy a test és a szexualitás is a szeretet szolgálatában kell, hogy álljon. Ez nem rossz és elvetendő dolog tehát, hanem a szeretet szolgálatába kell állítani. Istennek az eredeti örök terve szerint. És ez az, amit Szent Imre Herceg is gyakorolt a maga sajátos életútján, abban a hivatásban, amelyre Isten őt meghívta, kiválasztotta. És ebben az első fázis az a küzdelmes időszak, amikor az ember elutasít minden olyan gondolatot, minden olyan ösztönt, amely nem tiszta, amely nem szeretetből fakad, amely nem arról szól, hogy életemet adom a másikért, és végső soron Istenért. Vagyis mindazt, ami tisztátalan, azt el kell utasítani. És ezen az úton haladva Isten kegyelme át tud alakítani bennünket úgy, hogy elérkezhetünk a második fázisba, amikor egyszer csak Isten kegyelméből minden tisztává válik. És innentől kezdve már nem úgy néz ki a helyzet, mint hogy állandóan jönnek a tisztátalan kísértések, mint valami nyilak röpködnek az ember felé, és csak védeni kell a pajzs mögött kucorogni és védekezni a támadásokkal szemben, hanem abban marad a nyilzápor, és az ember azt tapasztalja meg, hogy bárhova néz, bármire gondol, az mind tiszta, mert az mind Isten alkotása. És mindenre és mindenkire Isten szemével tud már nézni, mert hogy megtisztult. Kedves testvéreim! A tisztaság útján járva az ember elérkezik, visszaérkezik oda, hogy Isten milyennek teremtett meg bennünket. Isten nem bűnösnek teremtette a testet, nem bűnösnek teremtette a szexualitást. Az ember bűne okozza azt, hogy sokszor ezt még bűnösnek látjuk, és bűnös módon gondolunk erre, és azt gondoljuk, hogy ez valami csúnya, ez valami tisztátalan. De hogyha Isten kegyelme megtisztít bennünket, ha végigjárjuk a lemondásnak az útját, ha végig tudjuk járni az önmegtagadásnak az útját, akkor elérkezhetünk az Úr kegyelméből abba a szakaszba, amikor már tisztán tudunk mindenre tekinteni. A tisztának minden tiszta. És nem mondjuk semmire azt, hogy na ez bűnös dolog, na ez csúnya, na ez rossz, na ez elutasítandó, hanem mindenben mindenre tudunk Isten szemével tekinteni. Azt gondolom, hogy Szent Imre Herceg eljutott eddig. Isten megadta számára a tisztaságnak ezt a fokát, ezt a kegyelmét is. És ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a tisztaság, a szűzi életforma, lényege, az valójában mindig az Istennek való odaszenteltség. Ez a harmadik gondolat. Miért hív meg Isten egyeseket arra, hogy ne házasodjanak meg, hanem szüzességben éljenek? Nem azért, megint mondom, nem azért, mert hogy a házasság az bűnös dolog. Vagy mert hogy a szexualitás az bűnös dolog. Nem. Hanem azért, hogy egészen és közvetlenül az Istennek szenteljék magukat. Isten egyeseket erre meghív. És elérkezünk majd oda, amikor mindannyian így fogunk élni a mennyek országában. Amikor mindannyian olyan közvetlen kapcsolatban leszünk az Istennel, hogy azt fogjuk mondani, hogy senki nem tud téged Istenen fölváltani. Senki nem tud pótolni. Senki nem annyira első, és senki nem annyira fontos számomra, mint te magad vagy. És mivel te ennyire közel vagy hozzám, ezért általad mindenki nagyon közel van hozzám. Átölelek téged Istenem, és benned mindenkit átölelek, mert mindenki egészen közel van hozzám. Kedves testvéreim! Kérjük Szent Imre Herceg közbenjárását, segítsen bennünket és segítsen minket, magyarokat, hogy minél többen a tisztaság útján járva, hivatásunknak megfelelően tisztaságban élve, egyre növekedjünk a szeretetben. Amen.